Nem bazd meg, nincs benne 50 árnyalat. Azt mondják, ha szar, engedd el, gondolkozz pozitívan, az emberek azt szeretik. Meg hogy akkor is mosolyog, ha fáj, hogy állj fel, ne rinyálj, csak hajszold a pénzt. Akkor is, ha az, az ideg belülről gyomor falat mar, nehogy már olyan önző legyél, hogy egy kicsit is foglalkozz magaddal. Azt mondják, légy alfahim, légy bátor és erős, vagy ha ez nincs meg, akkor legyél mindenek előtt tehetős. Legyél egyedi, persze ne te, csak a ruhád. Vagy ha nem megy, öltöz gazdagnak. A lényeg, hogy tűnj ki a tömegből. És ne légy már olyan átlagos középosztálybeli, hisz az rémes, mint mikor iPhone-od van ugyan, de csak a 4S. Meg hogy nem kell ide tartalom, csak a külcsíny meg az imázs. Ha nő vagy elég, ha úgy riszálsz, mint a Nicki Minaj. Azt mondják, ha magányos vagy, nyiss a világra, legyél igen ember. Csak majd jusson eszedbe a frigyen, ha a házasságok fele válással végződik, hogy lehet ez a boldogító igen? Azt mondják, az igen további igeneket szül. Fáj a háta? Akadozik a vizelete? Kellemetlenül érzi magát azokon a napokon? Erre ne is válaszoljon. Arra ott a tévé, ő majd megmondja, mit gondolj, mit tegyél, mit érez, és ne ellenkezz, bazd meg, mert a FEM3-on láttam, hogy már a fehér kenyér is kivégez. Azt mondják, Simicska szerint Orbán egy geci. Ez kb. Akkora újdonság, mintha most tudnád meg a pultnál, hogy a 4 cent az új fél deci. Felcsútról már nem ismerek beszélni, de nekem az... Felcsútról már nem ismerek beszélni, de nekem az Üllői út is csak Újpest, ahol pár milliárdért egy maroknyi ember együtt skandálhatja, hogy szar az Újpest. Ha a focistáink botlábúak, a parlamentünk botkormány. És úgy hazárdíroznak az országgal, mintha az nem lenne más, csak egy parti póker, és a lóvékat úgy tüntetik el, mint valami Budakest broker. Azt mondják, engem képviselnek, de hogy? Hiszen egyik sem ismer, legszívesebben el sem mennék szavazni, csak az összes pártot áthúznám egy X-el. Ha most Rómában lennénk, a politikusainknak úgy köszönnék viszlát, mert én lennék Cézár, és a 24 éveteket úgy értékelném, hogy dislike. De én csak egy árnyék vagyok, akit a hétköznap kihajszol, aki reggel fel kell, dolgozik, este hazamegy, és nem tud aludni. És tudom, ez itt nem Róma, és nem hasonlítok se Cézára, se Russell Crowe-ra, de ha így van, akkor nem is kell, hiszen itt minden más, mindenki szabad, és mi sem vagyunk rabszolgák. Legalábbis azt mondják.